Vannak olyan szakmák, amelyről úgy tartjuk, hogy inkább férfiasabbak, vagy inkább nőiesek. De minden esetben vannak kivételek, és ma pont egy ilyen kivétel után kutakodunk, hogy megtudjuk, hogy miért is választotta pont ezt a szakmát. Ugye ez a fotózás arról szól, hogy rajtad áll minden. Te a színeket te választod ki, a kompozíciót te választod ki, a hátteret, a helyszínt te választod ki, nagyon sok minden rajtad múlik. Ez én saját kreativitásomat mutatom meg benne, és ez az, ami elsősorban megfogott. A második dolog az az, hogy nagyon szeretek az embereknek, hogy mondjam, meglepetést okozni, szeretem a boldognak látom őket, ha főleg az a boldogság az azért van, mert az én munkáimat látják, vagy az én munkáimnak örvendenek. Nekem a legnagyobb visszajelzés az az, hogyha nem is mondja ki így szó szerint, hogy nagyon ügyes voltál, tetszettek a képek, de ugyanaz a család visszahív kétszer-háromszor, az már nekem egy visszajelzés, hogy az azt jelenti, hogy az első munkáimmal megvoltak elégedve, és még szeretnének visszalátni. Ez nekem már egy pozitív visszajelzés. 15 vagy 16 évesen volt, hogy elhívtak engem egy bálba, egy közeli faluba, hogy csináljak képeket. És azt mondták, hogy én csak úgy elmentem képeket csinálni, és ezért én kaptam pénzt. Annak annyira megőrventem, emlékszem tisztán, hogy futottam haza, és anyuméknak mutattam, hogy néha ezt a pénzt én kerestem. Fejlesztettem is magam, olvastam is utána, pénzes szakma, igen. Egy jó felszerelés, egy jó gép nagyon drága. És a másik az, hogy ugye kell tartani a tempót a mai technológiával. Muszáj frissnek maradni, toppon maradni, kreatív lenni, és nagyon nehezen lehet ezt. Sokan azt gondolják, hogy ez egy olyan könnyű dolog, hogy csak éppen megnyomod a gombot, és már csinálod is a képeket, de nem. Ez nagyon komplex dolog. Hát abban egyetértek, hogy főleg itt Erdélyben több a férfi fotós, de abban viszont nem értek egyet, hogy ez egy férfi szakma. Ehhez kell legyen az illetőnek egy szép érzéke. A nők ugye tudják, hogy milyen ruha áll nekik jól, mit vegyenek fel, hogy szebbek legyenek. Van egy ilyen szép érzékük. Szeretik a szép dolgokat, jobban meglátják a szép dolgokat. Tisztelet a kivétellel, mert persze vannak férfiak is, akik persze azért fotósok, mert a szép dolgokat, a jó pillanatokat meglátják, de én nem kötöm ezt nemhez, hogy a férfiak, hogy ez férfi szakma, mert szerintem a nők is pont ugyanúgy megállhatják a helyüket.